Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kérem szépen, június 1-én kurva hideg van. Azt utálom ebben a globális felmelegedésben, hogy kurva hideg van. 9 fok van itt, szétfagyok. Be kell indítani a gépet, majd aztán fűtök. De a mai reggelünk viszont hát megint olyan reggelé van, ami hát ugye kérem szépen a rakott nyelv. A rakott nyelv, kérem szépen. A rakott nyelv. A legfinomabb. Egyébként István barátommal, Molnár Istvánnal polémiát csinálunk a hozzászólásokban a vízbázisokról, meg a víz alatti, a föld alatti folyókról. Mondom neki innét, hogy a föld alatti folyóban én azt értem, ami valóban a föld alatt van, tehát sok méter mélyen, és nem a patakokra, Dunát, mert a Tiszát, meg stb. És fenntartom azt, hogy ezek nem olyan mértékben, nyilván nem olyan mértékben ilyen percenkénti, tökön tudja hány százezer köbméteres vízhozammal folynak a föld alatt, hanem nagyon-nagyon lassan. De arról van szó, hogy a víz is olyan, hogy ahol könnyebb, ott folyik. Ahol lazább a talaj. Mitől lazább a talaj? A homokos sóderes. Mitől homokos sóderes? A ártereknek a kiöntéseitől, ahova a folyomok a görgetett köveket ki tudják vinni. Homokot, követ, stb. Ezeket később a különböző földgyűrődések leválasztják, és akár távolra is vihetik a patakoktól, folyóktól. És ezekben könnyű folyni a föld alatti folyóknak, ereknek. Moni! Open! Semmi másra meg nem magyarázható az, mint amit mondtam a EOC programnál a vízáramlásról, hogy kimutattak anyagokat, 100 kilométerre beletett anyagot, a Szlovákiában beletett anyagot a talajvízbe, rétegvízbe kimutatták. Hogy most ezen a föld alatti vizeknek, pataknak lefolyása egy forrás valahol, vagy egy pataknak a forrás vidéke, ahol egy patak ered, és nem egy forrásról van szó, amely sziklából itt jön, hanem hát a patakról is, a folyóról is erednek valahol, van forrás vidékük. Na most ott akkor is termelődik víz, amikor nincs eső. A Duna is folyik mindig, ha kevesebb, hol kicsit, hol nagyon, de ha nem esik első hónapokig, akkor is a Duna folyik. Hát valahol van az a víz. Na mindegy. Az egésznek a lényege a föld gyűrődések és föld mozgások, amit irányítják ezeket a folyamatokat. A kútfúrók is pontosan tudják azt, akik annak egy kutat fúrtak, lefúr egy helyen, nem talál vizet, 10 méter odén lefúr, aztán dől a víz, mint a förmeteg. 10 méter odén. Ez nem véletlen. Hogy a fölmozgásról mire képesek, arra most visszamegyünk néhány millió évet. A dinoszauruszok korában
ami a földtörténethez képest egy nagyon késői kor, nem volt a nagyon régen a dinoszauruszokra, hasonlóan földtörténethez képest. Még a szárazföldek, amik a bolygó felszínen vannak, egyben voltak, egyetlen egy szárazföldet alkottak. Tehát nem voltak különálló kontinensek, hanem volt egy földrész, úgy hívták, hogy Pangea. Ez a földrész, ez fennállt egészen addig, amíg a dinoszauruszok már kihaltak, és az emlős állatok kezdték átvenni az uralmat a föld felszínén. Tehát gyakorlatilag nem volt olyan nagyon régen az, hogy ez szétvált a földrészek. Az emlős állatok már megjelentek itt. Na most az emlős állatok volt egy elődjük, az emlős állatok nem úgy jelentek meg, mint mélepényes emlősök közvetlenül, hanem volt egy átmenet, ez pedig az erszényes emlősök volt az átmenet. Az volt a mélepényes, vagy hát az emlősök elődje, hogy egy nagyon-nagyon kezdetleges állapotban megszüli a kicsinyét, az felmászik az erszénybe, és ott kifejlődik. Na most ebben a korban már voltak rendes mélepényes emlősök, mint például a teve, a zsiráf, stb. És voltak még a legkorábban levált, a Pangeáról, a legkorábban levált földrész az Ausztrália, ezért maradtak meg az erszényesek ott. Ez a földrész vált le a legkorábban. Utána a következő ilyen földrész, ami levált, pontosan egy kisebb sziget, az Madagaszkár szigete. A sorrend az így van, tehát először Ausztrália, mint kontinens levált, a erszényesekkel, és a kezdeteges félmajmokkal, makikkal Madagaszkár szigete. Ott nem ment a nagyon messze Afrikától, aztán levált róla az amerikai kontinens. Ha megnézitek, Dél-Amerika és Afrika partjai teljesen egymásba illenek, és az állatvilág ezt mutatja. Ami Afrikában leopárd, az Dél-Amerikában jaguár. Ami Afrikában a teve, az Dél-Amerikában a láma, meg a vikunya, meg az alpaka. Az állat nem oda vándoroltak, hanem a leszaradástól kerültek oda. Ami nagyon lényeges dolog, ami a leglátványosabb ilyen dolog, az Indiának a leválása valahonnan Dél-Afrika partjaitól. India levált a Pangeáról, és elkezdett felfelé vándorolni, majd belecsapódott az ázsiai kontinens úgymond alhasába. És a mai napig nyomja fel magát Ázsiába bele. Indiai kontinens. Vagy India. Ezért van, hogy az India, amit felgyűr maga előtt, az a Himalája, és a Himalájának a tetején ott bizony tengeri kagylók és tengeri üledékek találhatók, mert az valamiha a tenger alatti rész volt, ami most a Himalája a föld legmagasabb része. Ott bizony jelen vannak a régmúlt tengeri emlékei. És a földrengések, ilyen magma kitüremkedések, vulkánok, vulkáni tevékenység, elképesztő módon tudja variálni ezeknek a föld alatti rétegeknek a sokszínűségét és változatosságát. Ezért van az, hogy a föld alatt és nem egységes, homogén talaj van, hanem
jobb vízáteresztő és kevésbé jó vízáteresztő. Ezért mert a hihetetlenül intenzív földmozgása miatt. A mai napig megfigyelhető, hogy a Himalája magassága is növekszik évente néhány centiméterrel. Amerika távolodik el Afrikától és az európai kontinenstől néhány centiméterrel évente, és ezért van az, hogy az amerikai kontinensnek a nyugati partja gyűrődik fel, ugye északon a Sziklás-hegység, délen pedig az Andok. Az, ami, ahogy távolodik el a kontinens Afrikától és Európától, a másik oldala az úgy gyűrődik fel, nem akar menni. És ezért van az például, hogy a különböző tektonikus lemezek, amik vannak, az egyik jelezetes mai napig félt, rettegett formája a Szent András törésvonal San Franciscónál, ami robbantott a város már jó néhányszor. Hogy ezek a tektonikus lemezek megcsúsznak egymáson, akkor vannak a földrengések. Ezek a lemezek ezek haladnak, és akkor egyik megakad, akkor egész addig megakad, míg már nem tudja magát tovább tartani, és egy hirtelen lökéssel elindul, és ebből vannak a földrengések. De mondom, nyilván azért a föld alatti vízmozgás még ezred részét sem haladja meg gyorsaságban, vagy tízezred részét sem egy föld feletti folyónak, amely hát halad, mint állat, nincs akadálya, ugye egy folyónak nincs akadálya, nincs ami visszafogja, mint ami mint egy szűrő réteg, vagy egy föld alatti rész. Úgyhogy ez teljesen más, attól függően, hogy folyóknak és föld alatti ereknek és folyóknak és folyamoknak nevezük ezeket a dolgokat. Ez nem összehasonlított olyan értelemben a föld felszínivel, hogy a Dunának a vízhozama másodpercenként tökön tudja hány százezer köbméter. Ehhez képest egy víz alatti Dunához hasonló szélességű víz alatti folyamnak talán néhány köbméter. Tehát nyilván a talaj áteresztő képességétől nagyon függ ez, meg a táplálástól, hogy honnét kapja, mennyi vizet kap, honnét kapja a nyomást. Szóval rengeteg dolog, de olyan értelemben egy vízfelszíni folyammal hagyományosan nem hasonlított össze. De ettől ez még víz alatti folyó, patak, ér, csermely, folyam, stb. Amik aztán előbukkannak itt-ottam, ott folyamok lesznek belőle, folyók lesznek belőle. Ugye hát csak az egyik legnagyobb forrásvidék, ami a Fehér Nílus, vagy a Kék Nílusnak a forrásvidéke, ez a Szudánban van valahol, ahol ered a Nílus, az valami iszonyatos nagy mocsárvidék. A Nílusnak a forrásvidéke. Valami iszonyat, a Fehér Nílus, ez annak idén nagy felfedezők fedezték fel, és kutatták azt a környéket. Sokan ott is meg is haltak ott. Sárgalázva, ilyen-olyan betegségekbe. Az Amazonas a legbőzőbb folyó, nyilván azt az esőerdőktel, az esők táplálják. Azok az esők, amik a tenger felől befúj a vihar, a szél befúj a dél-amerikai kontinens fölé, de nem tudnak átmenni az Andokon.
ezért az összes esőnek a terhét kénytelen lerakni az Amazonas medencében, mert olyan magas az Andok, hogy nem tud átmenni fölötte. Fennakad az Andokban, összetollódik, lerakja az eső. Az esőt az Amazonas medencében, és aztán a Rio Negro és egy csomó folyó belevisszi az Amazonasba. Az Amazonas egy 40 km széles a tölcsért oklata. 40 km széles. Iszonyatos vízhozam. De ez az Andoknak a meglétének a következménye, hiszen ha tudna tovább menni, akkor az Atacama sivatag az nem lenne a világ legszárazabb sivatagja, ami az Andoknak a másik fele. Mert az uralkodó szélirány az a tenger felől nem viszi ki oda a csapadékot hozó felhőket, hanem ellenkező irányba viszi, Óceánia felé az uralkodó szélirány valami miatt, és nem rakja le ott a Chile, meg Peru legszárazabb vidékein. Úgyhogy ez egy ilyen. Magyarország is védett ilyen szempontból, hiszen Magyarország is csak délről, két helyről jöhetnek be igazából az esőfelhők, délről, meg esetleg valamennyi a Duna medencében, ami a Kárpátok és az Alpok között van, ha át tud valamennyi ott jönni, vagy az Alpok, Kárpátok ott lankásabb részein, esetleg be tud törni valahol a Duna, ahol bejön a Duna, a két hegység között, de igazából a nagyon sok víz az délről jön be Magyarországra. Na, hát egyelőre ennyit, aztán várom Istvánnak a válaszát, meglátjuk. És megnézzük, az önrakodó teherautó hogyan rakja meg magát. Ez egy nagyon ügyes szerkezetek, de ezek erre vannak csinálva. Tehát az egész gép, ez nem egy daru, nem egy ilyen fülke mögötti daru át van alakítva ilyenre, nem. Ez egy teljesen erre a célra kitalált szerkezet. Az egy dolog, hogy darúzni is tudnak, és darúznak is vele, de teleszkópos, mint látszik, mint a daru, nagyon messzire el tud nyúlni. Can I borrow your knife? Yes! Nagyon ügyesen tudna dolgozni vele különben.
rendes hidromotor fordítója van neki, tehát a hidromotorral tudja forgatni. Magát a fejet. És két állás van, jobb és bal oldali állás van, amelyik a pakol, amelyik a pakol ott áll. Amelyik a pakol, hogy önben tudja látni. És a másik oldalon ugyanannyi kezelőszer van, ugyanúgy. Ha pedig lent van a gép mellett, akkor az, hogy felemelje billentéshez, nem kell felmenni neki, hanem a gép szerkezetet fel tudja emelni az autó fülke mellett állva is. Nem kell felmászni a kezelőállásba ahhoz, hogy felemelje, mert visszategye.
lépni. Jó melózik, és milyen segítőkész. És még esze is van.